Mikes Kastély történetem ma egy kicsit az én személyes történetem is, de visszanyúlódik a 16. század elejéig. Onnan vannak az első kutatások, papírok, és a különböző századokban minden generáció egy épületet épített, felújított, hozzáadott, és azért van itt egy mixtúra különböző épület stílusokból, tehát a 16. századtól a századfordulóig mindig volt valami új építve. Az úgynevezett régi kastély eredetileg egy erődítmény volt, Babán Balázs ezt szépen leírja, viszont a 1848-as forradalom után az ők nagyapám visszajött Erdélybe, az 50-es évek elején, és akkor átépítette az épületet. Tehát egy reneszánsz épület, amely ráhúzott még egy szintet, és van több melléképület, 200-300, akár 350 éves, van egy úgynevezett régi luxusistáló, az ma egy rendezvényépület, külön konyhával, tehát abban van bent két nagy terem, bálterem jellegű, és egy csomó kisebb épület. És ha jól tudom, elég hosszú ideig nem volt a család tulajdona ez a kastély. Hogyan kapták aztán vissza? Hát szóval 49-ben volt egy éjszaka, március 3, ahol egész Erdélyben a nagyobb földbirtokosokat, vagy úgynevezett kulákokat összeszedtek, egy központba vittek, és a mi esetünkben a dédanyámat Dunadeltába vittek egy munkatáborban, és édesanyám a szomszéd faluba felnőtt egy birtokos családnál, amelyeket nem rögtön kiraktak a saját birtokból. Én Grazban, Ausztriában születtem, mint minden normál osztrák nőttem fel, iskolába jártam, ott katonaság, egyetem, stb. De avval a tudással, hogy a családnak volt egy háttere. Az édesapám családjának hasonló a történet, hogy ott a család a mai Bangladesben, amikor független lett India, 47-ben, akkor ők is elveszítettek a teljes birtokát. De mind a két családnak úgy hasonló története, csak más kontinensen. És a kastélyturizmus, miben rejlik a kastély varázsa? Hát itt van egy 50 hektáros park, a nagy része a park az nyitott a vendégek számára. Van egy működő rendszer, itt van körülbelül 60 alkalmazott, van 24 szoba, van kertész, van kert, van erdő, van vadászház, különböző más tevékenységek, a spától a masszázsa, medveles, van egy környezetvédelmi programunk, tehát úgy nagyon kezdett szépen, organikusan nőni, és amit mi próbáltunk igazából visszavarázsolni azt az érzést, ami talán itt a 20-as és 30-as években még zajlott, tehát ezt próbáljuk átadni a vendégnek, hogy ez hogy lehetett és mi lehetett, tehát minél kevesebb egy szállodába érze magát, hanem vendégként egy birtokon, egy erdély birtokon. Egyébként mi jellemezte a Mikes családot? Tehát a Mikeseknek az ősi fészek itt van Háromszéken, és itt Cabolán, és még két más településen, Papolcs és Zágon. Tehát székely család, minden generációban valamit veszítettek, valamit nyertek, és az évszázadokon át más részeken, Erdélyben is szereztek birtokot. De majdnem mindig katonák és politikusok voltak. Az, hogy most 50 évig valami elveszett, az nem jelenti, hogy nem lehet újra felépíteni. És azt hiszem, hogy ez volt a családnak a jellege, hogy folyamatosan egy oldalon veszítettek, a másikon megint nyertek. Ha jól tudom, a családot mindig különleges kapcsolat fűzte a lovakhoz. Mit tudhatunk erről? Hát most épp itt a újraindult Mikes Ménesben tartunk, de a családnak 1600 óta van folyamatosan, és az ők nagyapám Mikes Álmin az első, hát a 1800-as évek végén elindított egy nagyobb lótenyésztést a katonaságnak. És az első világháborúban a család menekült 17-ben a front elől,
Magyarország felé, és vitte az egész lovakat, és a cél az volt, hogy majd a csikkokat a háború után visszahozza. Jött Trianon, ez nem történt meg, viszont mi a vérvonalakat megkerestük pár év előtt, és próbáltunk olyan kancákat elhozni, végül Bábolnából hoztunk kancákat ide, és akartunk angol alaptenyésztéssel foglalkozni. És elindult a Székely lónak az újra tenyesztése, vagy tovább tenyesztése. Létrejött egy egyesület Kászonban, és kiválasztottak 20 kancát itt Székelyföldön, és azokból 3-at átvettük, vagy helyet adtunk nekik, és most székely lovakat tenyésztünk, ami keresztezve lesznek, vagy keresztezve vannak egy kicsi arabbal, és most már van több csikó, és mellettünk a legújabb csikó, ami 3 nap előtt született.